Üdvözöllek benneteket ismét újra itt a Horvát Rezidencia csatornáján. 2019. október 13-a van, este 7:30. Itt vagyok Budapesten a Dürer kert előtt, és a Freedom Call nevű német power metal nevű zenekarra jöttünk, mert ugyanis másodmagammal jöttem ide, meg két jegyet vettem erre a koncertre. 2,5 évvel jártam ugyanitt ugyanen a zenekarnál, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, az az élménybeszámoló videó milyen volt a Freedom Call zenekart életemben először látni, akkor majd a linkre majd kattintsatok rá. Miki barátommal jöttünk ide, igazából teljesen véletlenül, mert akinek szántam a jegyet, az nem ért rá, így Miki barátomnak felajánlottam, hogy jöjjön már el, és akkor megismeri legalább a zenekart, hogy milyen. Úgyhogy ma este két előzenekar lesz, valami szimfonikus metal, nagyon nem ismerem őket, még a nevüket se. A Freedom Call pedig most idén ünnepli a 20. évfordulóját, az első lemezük megjelent, szóval kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a mai este. Olyan több mint egy órás koncertre számítunk. 2017. március 31-én volt nekem itt az első, akkor nagyon jó setlistet nyomtak, úgyhogy kíváncsi leszek a mostani, az milyenre fog sikerülni. Tartsatok velem, és akkor következzen nem sokára a Freedom Call. Sziasztok! Szeretném megköszönni Tuminak a lehetőséget, hogy eljöttem erre a koncertre. Én igazából nagyon egyáltalán nem ismerem a zenekart, egy számukat sem hallottam, csak most az autóban még idefele tartottunk, de kíváncsian várom, mert az igazából az tetszett, amit eddig hallottam. Úgyhogy hajrá, menjünk, aztán csapassuk neki. Metal! Ja, ennyi. Főleg, hogy Linkin Parkos pólóba jöttünk mind a kettő a Linkin Park. Persze, természetesen, úgyhogy lehet, hogy kicsit se fognak bolondnak nézni, de hát most Freedom Call-os pólóban nem tudtam jönni. Hát figyelj, lehet, hogy aztán így fogok megszeretni egy új zenekart, ami egyébként miért ne? Úgyhogy csapassuk, én azt mondom. Ennyi. Na, nem soká. Sziasztok! Nem soká folytatjuk. Thank you.
we walk away alone. We turn on the knee, we want to write the sign of victory. We we'll be right back.
is mondhatnék el erről a koncertről. Második alkalommal láthattam élőben a Freedom Call-t, ami fantasztikus élményt nyújtott nekem és Mikinek is. Azt azért hozzáteszem, hogy 2 éve, amikor legelőször láttam őket ugyanitt, a Dürer kertben, szerintem az akkori setlist jobb volt, bár lehet csak azért vélekedek így, mert az volt életem első élménye velük. Ráadásul a kedvenc dalomat, a Mr. Evil-t is eljátszották. Ezt a dalt hallottam egyébként tőlük legelőször, 2009-ben. A koncert alatt, a dalok közti szünetekben rengeteget kommunikált velünk az énekes, Chris Bay. Nagyon szereti a közönségét, és ezt többször be is bizonyította nekünk. Együtt hülyéskedtünk, együtt énekeltünk, nevetgéltünk, ahogy azt egy meghitt, klubos bulin megszokhattuk már tőlük. Nem csalódtam a zenekarban. Bár szomorú, amiért az eredeti felállás a bandában már nagyon régóta nincsen jelen. A 2 évvel ezelőtti dobos és basszusgitáros is például már azóta lecserélődött. 10 éve ismerem a Freedom Call zenekart, így valamilyen szinten nem csak nekik volt ünneplés ez az év koncert szempontjából, hanem nekem is. Vannak náluk sokkal nagyobb hatású bandák, ezt én is elismerem. Ők sosem fognak az én szememben sem felérni olyan zenekarok szintjéhez, mint mondjuk a Linkin Park, Slipknot, vagy éppen a Metallica. De annyiban védem őket, miszerint amit a külföldi lapok írtak erről a zenekarról, abban nekem is egyet kell értenem. A brit Metal Hammer például azt írta róluk, hogy a Freedom Call a legvidámabb metált játszó zenekar az egész földkerekségen. Ez kétségkívül vitathatatlan. Ha nem hiszitek el, járjatok utána. Ha tetszett a videó, iratkozz fel a csatornámra, és kövess be Facebook oldalamon. Jók legyetek, kitartást! Sziasztok!